Sziasztok, Albino vagyok, és itt vagyok egy újabb 7 Days to Die videóval, és a fanoknak jó hír, hogy kijött az Alpha 13 a héten, hétfőn, kedden valahogy így, és azóta, most csütörtök van, azóta már a 13.3-nál tartunk, és jelentős változások vannak, vágjunk is bele. Kezdetek egy újat, amit már beállítottam a dolgokat, Survival Single Player és Random Gen, a videó game, a game név, a standard opcióban igazából, ha jól tudom, nincs semmi változás, azt beállítottam. A modded optionsben már van egy kis változás, ugye akik ismerik a 12-es verziót, azok emlékezhetnek rá, hogy itt volt ugye loot és crafter timer, az ugye most nincs, de majd meglátjátok, hogy miért. Ugye beállítottam a dolgokat, most 120 perc egy nap. A block durability-t ugye lehet állítani, de érdemes 100-on hagynom, azt is meg tudom, megmondom miért. Ez, hát itt a loot spawnolás, az jó, itt 100-on, a respawnolása, halálkor mit veszítsünk el, az ellenfél memóriája, a spawnja, és az oil drop, az most naponta van, cheat mode pedig nincs. Na akkor vágjunk is bele. Na, itt vagyunk a játékban. Látjátok, már itt a hudon is jelentős változás van. Hál' Istennek elég szar egy helyre kerültünk. Jól le is megy az FPS-em. Úgyhogy kéne keresni valami másik helyet. Csak nem tudom merre. Gyorsan megyek lefelé. Látjátok, itt a hudon már jelentős a változás. De most gyorsan keresek egy... nem is változott a bajom. Keresek egy új bajomot. Na, akkor ugye látjátok, ahogy így elkezdem ütögetni így a dolgokat. Hoppá. Akkor itt alul a sarokban megjelennek a dolgok, amiket fölvehetünk. Egy pillanat. Szóval, ahogy így ütögetjük a dolgokat, úgy megjelennek itt a sarokban. Na de most nézzük inkább a menüt. Ugye megnyomjuk a tabot, már a crafting menü is teljesen más lett. Mutatja ugyanúgy, külön kategóriákra bontva, amiket tudunk megtanulni, és azokat is, amihez ugyan recept kell, de mutatja, hogy hogyan lehet megcsinálni, ha megvan hozzá a recept. Hát igen, crafting is egyszerű, most ugye gyorsan craftolok is egy baltát, amit találok hozzá botot. Látjátok, itt is ütöm a fát, és ezért kell a durability-t maxon hagyni, érdemes maxon hagyni, mert akkor látjátok, így folyamatosan kapjuk az anyagot, így folyamatosan adagolja a fát. Loot timer, illetve a crafting timer, hát azt mondjuk kár, hogy benne hagyták, de mindegy. Na, meg is van az első anyag, Stone Axe, rámentek, és itt van craft, ennyi, és itt alul láthatjátok, itt készíti, mennyi ideig tart. Igen, halljátok ezt a hangot. Ott egy zombi, azt most jobb lesz elkerülni, ott egy kis ház, azt viszont megnézzük. Jobb lesz most elkerülni a dolgokat. És ugyanúgy shift klikkel be tudjátok equippelni. Na, tehát akkor... Ez az első menü. A következő menü a karaktermenü. Itt is látjátok jelentős változás. Textúrák azok igen szépek lettek, szebbek lettek, mint voltak. Nem lehet forgatni a karaktert. Itt mutatja a védelmünket, hogy milyen, miből, ugye, millivel szemben, vágással szemben, tűz, tudom én mi. Kezdünk fázni, jobb lesz inkább menni valami melegebb éghajlatra. Ugye berakták ezt is. Nem tudom miért, nem egy nagy előny. Berakták a hőérzetet is. Tehát most ugye itt voltam ilyen hideg bajomban. Na most már kezdek melegedni, jó? Hideg bajomban, ezért kicsit kihűlt a karakterem, de most ide följövünk, remélem nem lesz zombi. Ott egy út. Na mindegy, így legugolok, remélem nem lesz itt senki. Új nevén. Ja, csak bokrot, vagy fátad. Na! Szóval berakták a hőérzetet is, ami miatt fázhatunk is, ezt itt láthatjátok, hogy a ruhánk, ami éppen rajtunk van, az milyen hőérzetet ad. Hát igen, itt vannak a
dolgok. Hányas szintű vagyunk, szintűek vagyunk, wellness, food, butter, itt van a hőmérsékletünk, halálok, ilyen egyéb adatok. Itt vannak az effektek, ami esetleg van rajtunk. Végülis nagyjából ennyi, ugye, mert innen alulról eltűnt, már csak a stamina és a health bar van, meg itt jelzi az ilyen buffokat esetleg, vagy effekteket. A többi az eltűnt, itt lehet megnézni, és az idő, ugye most ott van fönt középen, láthatjátok, hogy a fölkerült az iránytű is, és az idő a sima 13-as verzióban nem volt ott, hanem azt is ugyanígy lehetett megnézni, sőt, azt itt a mapon, hogyha már a következőre tartunk, itt lehetett megnézni, mint ahogy most is, nem volt még ott kint. Na, itt a mapon, ugye itt is vannak változások, rengeteg, vagy nagyon messzire ki lehet zoomolni, jó körül lehet nézni, és ami viszont nagyon jó dolog, hogy ugye rakunk, jobb klikket nyomunk, akkor van egy quick waypoint, ahova akarunk menni esetleg, de viszont van ilyen save waypoint, és választok, itt tudom én, ikont neki, és mondjuk kiválasztom ezt, és akkor odaírom, hogy tudom én, agyag, hogyha agyagot találtam. És akkor így elmenti, és ott fönt láthatjátok, a kis ikonnal jelzi térkép, hogy ott bejelöltem egy agyaglelő helyet. Akkor a következő, ami a leglényegesebb változás, a skillezés. Láthatjátok, van egy csomó fajta skill, kezdve az íjászattól, az armor smithing, athletic blade, blunt weapon, clot, construction gun, szóval rengeteg féle skillünk van, és most már nem úgy van a szintlépés, mint volt, hogy szintet lépsz, és akkor utána fejlesztesz egyre jobb cuccokat, hanem attól függően, hogy milyen féle cuccokat csinálsz, illetve miket használsz, például ugye archery-nél használod a bow-ot, akkor folyamatosan növekszik az archery skill-ed, és utána eléred bizonyos szintet, akkor jobb minőségű cuccokat csinálsz, ugye szokásos szürke, narancs, citromsárga, így mennek fölfelé a színek, és ez 100-as quality. Láthatjátok itt ez egy Stone X-en, most 1-es. Ezt, hogyha folyamatosan gyártjuk, akkor növekszik, de ezt meg is tudom mutatni, remélhetőleg. Most ugye szedem a fát, láthatjátok, kapom itt oldalt a fákat, és 10-eket ez itt a durability-jéből. És ahogy ezt használom, úgy növekszik a construction skill-em is majd, hogyha szerencsém van. Ha meg nem, akkor majd meglátjuk, mi lesz. Igen, ott, ja nem. Aha, megint ülök ki. Na mindegy, én most szedek egy pár követ, keresek is valahol egy nagy kőfejtőt, itt is van. Hallok zombit, ő is hall engem. Úgy hallom, igen. És ez elég baj. Na, ott van pont egy dagi ráadásul. Akkor jobb lesz, inkább elmegyek valamerre, mert nem szeretnék most megküzdeni vele. Úgyis... hát igen, ez a looting time, ez elég bosszantó. Szóval nem szeretnék megküzdeni most vele, úgyhogy inkább elmegyek, és most már undetected vagyok. És el is kezdek itt egy kicsit követ bányászt. Nem áll. Aj, már hunted vagyok megint. Hallom a zombit, de nem tudom merre van. Ah, itt volt. Majdnem belefutottam. Igen, mint láthatjátok a zombiknak is, most ezt megmutatom, hogyha ott jön. Emlékeztek a mászós zombira. Most láthatjátok, azért a mozgásuk és a textúrájuk is azért valamivel szebb lett. Mozgáskultúrájuk is szebb, illetve van nekik, láthatjátok ott is egy, van nekik most már nem jön? Nem. Van nekik most már stun effektjük, de mindjárt meg is mutatom. Hát mondjuk nem tudom, csinálok egy bow-ot közben. Úgy hallom, észrevett, igen. De hiába van bóvom, hogyha nincs hozzá, remélem itt lesz. Van, igaz nem sok, de ezzel meg is tudom mutatni azt. Jobb klikkel tudtok, hogyha valamiből több darab van, illetve többet tudtok gyártani, akkor shift. Új, mindjárt utolér. Shift jobb klikkel tudjátok darabra megcsinálni, és hogyha persze, hogyha nem laggolna a játék. Jól eltaláljátok, de nagyon laggol a játék. És persze jön még egy zombi.
Ez az elején ez nem valami szerencsés itt, de nem tudom miért vannak ilyen FPS droppok megint. És nem tudom, hogy a gépem miatt, vagy most alap, most a... Ó, három zombis. Na mindegy. Csak azt akartam megmutatni, hogyha összejönne. Hát persze, hogy nem jön össze, két nyíl vesző. Hát nem hiszem el, hogy nem tudom eltalálni. Igen, ez egy nagyon bosszantó dolog, hogy nagyon elrontották itt a célzási rendszert. Egyszerűen nem lehet célozni a zombikra, mert olyan imbolygó mozgásuk van, hogy nehéz eltalálni őket. Úgyhogy most megpróbálok még fészket keresni. Ez nem értem ezt az FPS droppot. Ott egy kis táska, meg jó, hogy így látszik azért. Nagyon nagy a drop. Az Istentől van ekkora drop. Megnézzük ezt a kis táskát. Hát találtunk benne egy macsétát. Az az elején nagyon jó. Mert most azt is meg szerettem volna mutatni, hogyha elkezdjük így az állatokat, hogy megölünk egy állatot, és leszeretnénk bontani, akkor ahhoz, itt van egy fészek, 9, nem sok, így. Ha azt meg szeretnénk volni és leszeretnénk mondani, ehhez szúró eszközök. Ugye, hogyha nem találunk az elején még ilyen knife-okat, vagy most macsétát, ezt is újonnan rakták be, akkor bonsívvel kell lebontani, mert az adja a húst és a bört. Úgy fogja adni a húst és a bört. Ebből a piros növényből régen ugye azt hiszem csak gyógyszert lehetett, már lehet teát, ami, hogyha túlságosan fel vagyunk melegedve, akkor hűt, ugyanúgy, mint a golden rod teja is. Na, most megpróbálom megcsinálni. Na, ez most elsőre sikerült. Ez persze, hogy nem. De látjátok, föl kell. Szóval, hogyha egy elfekszik egy zombi, az még nem jelenti azt, hogy meg is halt. De még felkelhet. Ez is. Látjátok, nem lehet kilútolni. Ott egy izomagyú. Szóval ennyi, hogy ezek az újítások, és hogyha jól eltalálom, csak hát ez a baj, hogy most így nem fogom eltalálni úgy. Persze, hogy el fognak találni, nem? És azt akartam még megmutatni, hogyha sikerül. Nem, de legalább sikerülne. Igen, látjátok? Lesztannoltam, és ilyenkor, hogyha ráüttök, vagy rálőttök, akkor háromszoros sebzést okoztok neki a stun miatt. Ez mi? Nem tudom, de ott egy... Ó, gomba. Ilyet se találtam még a játékban, most sikerült végre. Aj, menjetek már innen. Hagyjatok már békén. Ki szeretném lootolni ezt a másik hullát. És látjátok, itt a különböző féle zombiknak elég szép a mozgásuk már, illetve szebb, mint volt. Most el szeretném onnan csalni őket. Kifosszam azt a hullát, ami még ott volt. Mert ugye looting time van, hát ennél nem volt semmi. És ezáltal nehezebb a lootolás, most gyorsan elmegyek valami biztonságosabb helyre, hát az biztos nem lesz biztonságos. Úgyhogy próbálok erre valami helyet találni. Aztán majd utána később videón kívül itt biztosítom magamnak a helyet. Na de viszont azt szerettem volna, most van kövem, van... fám van füvem, akkor csinálok mondjuk 7 stone axe-et, és majd meglátjátok, hogy mennyiben fog fejlődni a construction-öm, ha szerencsém van. Közben pedig nézzük akkor meg az utolsót, az pedig ugye a playerek, hogyha a multiplayerben játszunk, akkor itt tudjuk megnézni, hogy ki van fönn, bizonyos dolgait, mindenféle szintjeit, pontjait, akármit. És összességében is lépünk szintet, és minden szintlépés után kapunk bizonyos pontot, skill pontot, amit el lehet osztani itt a skilleknél, ahol néztük is az előbb. És ugye alapértelmezetten első szinthez 1 pont kell, második szinthez 2, és minél magasabb szintűek vagyunk, annál több pontot kapunk. És ahogy növekszenek ezek a dolgok, látjátok itt 1-es, 2-es, 2-es, 3-as, ez már 3-as szint Stone Axe, ez már egy kicsivel nagyobb sebzést okoz, mint az 1-es szintű. És ugyanez van a bow-nál, arrow-nál. Na most megpróbálom, remélem tudok annyit. Hát csak 4-et mi hiányzik. Wood is, meg stone is. Szerek mind a kettőt, remélem tudok annyit szedni. Hát
Igen, ennek a nagy fának már nagyobb a durability, de több fát is ad. Mondjuk nekem ilyen 30 darab kéne, nem sok. Ennyi van. 40, jó. Csak arra vagyok kíváncsi. Hát fa, vagy követ, azt nem ad olyan sokat. De most miért ezt akarok szedni? Ja, igen, mennyi veszélyt akarok csinálni. Mennyi kövem van, mindegy, elkezdem addig csinálni. Itt megvan a 17, és akkor szerencsém most 50, ugye ez a 17 darab 50 másodperc, és folyamatosan itt mutatja a gyártást, és itt gyártogatja a dolgokat, és most már jó lenne, hogyha valami legalább nőne, úgyhogy addig próbálok itt szedegetni még köveket, meg közben gyártja itt a zarobokat is, és talán, na, hallok zombit, ott van, de szerintem van itt több is. Aha, ott is van egy. És megpróbálom ezt. A... Aha, látjátok, a weapon smithing nőtt is, és ez is lestunnolódott, ez a zombi. És ilyenkor, hogyha ráütök egy fegyverrel, ez se halt még meg. Na, ez az akadás, ez viszont nagyon idegesítő. Most nem stunnolódott le. Miért van ez az akadás, fogalmam sincs. Most is, nem, most meghalt. Most ez is meghalt, remélem. Jó. Oké, akkor kilútoljuk. És hogyha le vannak stunnolva, hát most nem csináltam olyat, de megpróbálok. Csinálok egy wooden cubot is. És megpróbálom lestunnolni a zombit. Jó, ez már kapásban 8-as szintű, tehát már nem sok kell ahhoz, hogy szintet lépjen a construction-öm. Úgyhogy ha elvileg itt most elkezdem ütni a követ még, akkor hamarosan szintet lép a construction-öm. Azaz, hogy az ilyen bizonyos dolgokat tudom növelni. Az ilyen gyűjtögetésre is van külön. Minden, mint láttátok, mindenféle tudományra is van külön. Mindenre. Jó lenne még egy zombit találni. Látjátok, itt random vannak ilyen dolgok, ebbe például ilyen káliumnitrát van, random találhatók, ezt is most rakták bele, ezt az aleát, ez fát ad. Random találhatók ilyen ezek dolgok. Gyere már, akkor ott a néni, némit megpróbáljuk lesztannolni. Fejbe ütitek, látjátok? Ó, most nem sikerült. Ne. Stun effect, és ott van. Így, meg is öltük. Stun bónusz. Háromszoros sebzés. Egy pillanat. Itt vagyok, szóval ezt is leütjük. Elég nehézkes, mert ez elég erős. De megpróbáljuk. Ennyi. Na, ez volt a bemutató. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Legközelebb folytatom. Hol van? Nővérke. Nővérke! Sziasztok!